az időszakot éljük ilyenkor április végén, amikor is az új beiratkozó gyermekeket várjuk nagyon nagy szeretettel. Ehhez különböző programokkal készülünk a kedves gyerekek számára. Most épp egy báb előadáson is részt vehettek a kedves anyukák kedves gyermekeikkel, illetve saját óvodásainkkal, különböző kézműves foglalkozásokkal készülünk a gyermekek számára, és nagy szeretettel vezetjük be óvodánk életébe, illetve nagyon sok gyakorlati tanácsot is tudunk adni a szülők számára a beiratkozást, illetve az óvodai életet illetően. Beiratkozáshoz szükséges alapdokumentumok a következők általában: a lakcímkártya, személyigazolvány, a tajkártya, az egyébként is hivatalos dokumentumok. Ezekhez szükséges még továbbá az anyakönyvi kivonat, ez elengedhetetlen része a beiratkozásnak. Ilyenkor szoktuk elkérni, ha szükséges, a gyermekvédelmi, illetve különböző határozatokat, amennyiben a gyermekeknek vannak szakvéleményei, pedagógiai szakvélemény vagy egészségügyi szakvéleményeiket, azokat feltétlenül szoktuk kérni, hiszen ez alapján tudjuk a gyermekeket az óvodánkban elhelyezni, illetve képet kapunk a beiratkozó gyermekekről, úgyhogy ezúton is várjuk őket szeretettel a továbbiakban is, a beiratkozás követően is, amennyiben valakinek nem sikerült ezekben a napokban beiratkozni óvodánkba, mindenképpen szeretettel várunk és fogadunk minden kedves érdeklődő gyermeket, családot, szülőt.